A terepet 10 hónapon át járt egy fiú meg egy lány. Kilétüket nem fedhetjük fel, az azonban elmondható, hogy fényképezőgépekkel felszerelkezve dokumentálták nyelvi jogaink érvényesítését. Ha fogalmazzunk így, nyelvellenőrök, helyi önkormányzati szerveket, bíróságokat, közvállalatokat, biztosítókat, munkaközvetítőket, szociális munkaközpontokat, közszolgálatokat, iskolákat, egészségügyi intézményeket is górcső alá vettek. Azokon a helyeken, ahol a magyarok nagyobb számban élnek, koncentráltabban, ott természetesen nem volt annyi probléma, vagy nem voltak olyan kirívóak a negatív tapasztalatok, ahol pedig kevesebb számban, ott kevesebb a magyar nyelvű felirat, nehezebben lehet magyarul szót érteni a különböző hivatalnokokkal vagy hivatalokban. Összességében elmondható, hogy a meglátogatott 31 vajdasági önkormányzat komoly átvilágításon esett át, már ami a magyar nyelv hivatalos használatát illeti. Tapasztalhatóak nyelvhelyességi hibák, vagy akár mondjuk magyarul rendben le van fordítva az intézmény elnevezése, de a község vagy az önkormányzat neve helytelenül. Szintén az űrlapoknál kiemelném, hogy több helyen nem készültek magyar nyelvű űrlapok, vagy pedig azoknak a fordítása nem kielégítő. Berekka Katink azt mondja, olyan nagy mennyiség információhoz jutottak, hogy az eredményeket érdemes lenne szerkesztett formába, könyvbe foglalva és megjelentetni. Általánosságban véve még akkor is, hogyha nem tudtak magyarul válaszolni, magyarul információt adni, volt egy nagyon szimpatikus segítőkész hozzáállás. Tehát bebizonyosodott az, hogyha van egy normális kommunikáció ember-ember között, akkor akár magyarul, akár szerbül azért el lehet jutni ahhoz az adathoz, vagy adatig, amelyre szükség van. A Magyar Nemzeti Tanács programja a Bethlen Gábor alap támogatásával valósult meg.